társaim védelmében annyit szeretnék elmondani, hogy ők abszolút betartották a fokozatosság elvét, mert nem a Kövér László házánál kezdték, vagy kezdtük, hiszen én is voltam itt többször a véleménynyilvánítást, hanem a hivatalánál. És csak akkor került sor arra, hogy a házához jöjjünk, amikor azt tapasztaltuk, hogy a hivatalánál semmifajta kommunikációt, vagy semmifajta kapcsolatba nem léptek be velünk, sőt, hát ugye a petíció átvételét is elutasították, ami egy égbe kiáltó, nem is tudom minek nevezni, tehát egy, hát igen. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Kövér László a mai napig adós egy válaszsal. Ő 2014 őszén azt mondta, egyetlen egyszer nyilatkozott úgy a valamelyik fősodratú médiában, hogy sajnos nem tudtuk megmenteni a devizahiteleseket. Én szeretnék választ kapni erre a kérdésre most már 3,5 év távlatában, hogy mi volt ennek az oka. Jogunk van tudni, hogy mi volt az oka. Megzsarolták a kormányt, vagy valami egyéb háttérpaktum köttetett, amiről mi nem tudunk. Jogunk van tudni, hiszen itt több százezer ember fog lassan az utcára kerülni, lassan vagy gyorsan, attól függ, hogy a végrehajtó apparátusnak mekkora a kapacitása. Úgyhogy várjuk továbbra is a választ Kövér Lászlótól. Köszönöm. Én még amit Csatlakoznék Zsuzsinek az előző beszédéhez, hogy mennyire betartottuk és következetesek voltunk. Nem fejest ugrattunk ebbe a dologba, kezdtük a legalsó szinteken. Bankok, hivatalok, mindenféle ügyészség, bíróság, stb. És ugye, hogy én már írtam Orbán Viktornak is levelet, legutoljára a köztársasági elnöknek adtunk egy petíciót át, amire visszajött egy válasz ugyan, hogy a recepción megkapták a levelet, de szerintem a szemétkosárba landolt az a segélykérésünk is. Tehát az, hogy tényleg itt vagyunk, ennek ez a következménye már. Mert hiszen nem tudunk már kihez fordulni, mert az összes fórumot, az összes hivatalt, az összes ilyen ide vonatkozó dolgot, ezt mind bejártuk és betartottuk. Úgyhogy erről csak ennyit szerettem volna. És hát ugye ennek az ügynek még egy biztossága van, ugye nyilván mindenki tudja nagyon jól, hogy ezek a véleménynyilvánítások Kövér László felé irányulnak. Kövér László viszont a családját bízta meg azzal, hogy az eljárást mi ellenünk megindítsa. Szerintem azért, mert Kövér László egy gyáva nyúl, és ő maga nem mert szembenézni az emberekkel. Tudta nagyon jól, hogy ha maga indít zaklatás miatt eljárást, akkor neki kell megjelenni a bírósági tárgyalásokon, neki kell megjelenni a távoltartó ülésen, de ő ennyire nem szeretne a néppel találkozni, és még arra is vetemedett, hogy a családját tette ki mindennek. Tehát Kövér László egy gyáva nyúl, és ugye most így fordítva megy a dolog, a teljes állatkert pedig úgy néz ki, hogy azon kívül, hogy gyáva nyúl, azon kívül véleményem szerint a bankárok idomított majma, hiszen ahogy Zsuzsi is elmondta, 2014 óta várjuk a választ, hogy vajon mi volt az a kényszerítő, hogy nem tudták megmenteni a sevizásokat. Tehát ugyanúgy, mint a többi politikus, a bankárok idomított majma, és természetesen a patkáró, ami jól látszik, hogy ez a játék veri ki a biztosítékot, ez az, ami a hatalomnak nagyon fáj, hogy elmennek a házaikhoz az állampolgárok, mert hogy a hivatalukban ugye nem fogadják őket, nem állnak velük szóba, a törvényeket nem terjesztik be társadalmi egyeztetésre. Hát ez az én társadalmi egyeztetésem Kövér László és Orbán Viktor és Trócsányi és az összes többi idomított majom. Ez az én társadalmi egyeztetésem, hogy eljövök, megkereslek benneteket, és elmondom a véleményemet arról, hogy mit műveltek. És ugye ehhez is hozzátartozik, hogy ugye ez itt egy olyan ország, ahol szólás után nincs szabadság, hiszen amikor elmondom a véleményemet, akkor utána eljárásokat indítanak, börtönbe csuknak, kitiltanak a fél országból. Éppen ezért mindenkinek azt mondom, hogy ne kockáztassunk, szavazzunk nemmel a Fideszre, a Fidesz minden megnyilvánulására, és az összes többi politikusnak azokra a megnyilvánulásaira, amikor nem a társadalom érdekében cselekednek, hanem a kifosztó bankárok, oligarchák és a saját hatalmuk megerősítése érdekében.
És közben megérkezett a rendőrség is, kíváncsian várom, hogy a békés véleményelmántokkal szemben akarnak-e intézkedni, vagy csak beköszöntek, mert már régen láttuk egymást. Én még csak annyit szeretnék mondani, várjál, még a Marika. Szokott nálam lenni sárga és fekete szallag, ugye a sárga minket jelképez, a fekete szallag pedig február 14-e óta a demokrácia halálát, mióta Lacit kitiltották a városból, de sajnos a házkutatás során elkobozták tőlem, és most még nem sikerült újakat beszerezni, de köszönöm szépen, kaptam, úgyhogy még ezt ide ki. A szalag, csak a fekete hiányzik, és remélem, hogy ha így szépen haladunk előre, azért a fekete szalag csak vissza fog kerülni másokra. Lesz egy demokrácia, hogy a világban csinálják. És közben folyik a rendőri intézkedés, ugye az élő közvetítés is folyik tovább. Azt is vegyem. Van nálam sárga húgy, gyerek. Igazi zaklatás az, amikor múlt szerdán lefogtak a rendőrséget, engem is, és Laciékat is, és eljöttek házkutatni a rendőrök hozzánk, és én azt kérdeztem, ha ott lett volna most a négy unokám, milyen üzenetet adtak volna nekik a elkövetkezendő évek? Már négy-öt évesen megtapasztalják azt, hogy a hatalom ilyen arrogáns, agresszív. Tehát mit, ez az igazi zaklatás. Nem az, hogy eljövök, és a véleményemet kifejezem. És én nem beszélve arról, hogy már mentünk volna, nem tudom mennyi idő volt, talán 10 perc sem volt, holott egy komolyabb sajtótájékoztatót tartottunk, és a következő 10-20 perc az pedig azzal fog telni, hogy a rendőrség igazoltat minket. Nyilván más nem fog történni, de egyébként miért igazoltatnak? Bocsássanak meg, mert ez nem derült ki. A rendőrségi törvény alapján a közrendés és a közbiztonság fenntartása érdekében én elkérhetem öntől sem igazolványt és vakcintát. Jó, csak miért, ennyi. Miért pont ér tőlem? Mert most én itt intézkedés alá voltam. Jó, nem ezt kívánom meg minden ezt. Hát egy de aki ebben az visszában most el fog menni, ezt mindenkitől el fogják kérni? Vagy az is lehet. Erre még soha nem volt példa. Ha jönnének sok sárga pólósok. Igen, ez is azt mutatja egyébként, így a többieknek csak annyit mondanék, hogy akkor sok sárga pólósnak kellene megjelenni az ilyen helyszíneken. Ugye ezek a helyszínek a Nyár utca, Sziget-Szent Miklóson, a Kolozsvári utca, a Dunavarsányban, de Budapesten a Mártonhegyi út, a Laura út, a Cinege út, a milyen utcák vannak még, ahol vannak ilyenek, a így van. Mártonhegyi út, így van, a Hangya utca, illetve a Gereben utca, Matolcsilak, ahol biztos garantált, hogyha sárga pólóban megjelentek, ott vagytok egy 15-20 percet, minél többen, annál biztosabb, hogy lesz valamilyen rendőrségi intézkedés, véletlenül általános igazoltatás keretében, tehát ez azért jól előfordulhat. Amúgy meglátom, hogy a csütörtökön úgyis maguk mellé megyünk a tárgyalásra, de hogyha gondolják, meghívjuk önöket is a tárgyalásunkra, akkor ez pontosan ez a távoltartás ügy miatt. És akkor folyik az igazoltás, szerintem kikapcsolódhatunk.